50 éves évfolyam találkozót tartottak szombaton az Erkel Ferenc Gimnázium 1971-ben végzett diákjai számára. Az akkori évfolyamból mind a 6 osztály megjelent, összesen több mint 100-an vettek részt az eseményen. Artorjai András, az iskola egykori diákja boldogan emlékezett vissza azokra az évekre, amit az intézmény falai között töltött. Ezek a gyulai évek, ezek fantasztikusan boldog évek voltak. Akkor talán egy kicsit egyszerűbb volt a világ, és ezért az iskola közössége az sokkal zártabb volt, és egymásra voltunk kényszerítve. A tanárainkat nagyon tiszteltük, talán jobban, mint ma, és egyáltalán egy ilyen éhség volt bennünk, amit megkaptunk a gimnáziumból, hogy megtanuljunk mindent. Az intézmény korábbi testnevelő pedagógusa, Kovács István, nagyon eredményesnek értékelte azt az időszakot. Ez az évfolyam egyik legjobb évfolyam volt atlétika szempontjából, mert én is ugye atlétikában is foglalkoztam, nem csak labdajátékkal, és az a 71, általában 10 évenként jön össze egy olyan évfolyam, hogy gárda, hogy jól tudunk szerepelni. Igaz, hogy volt társam Sziget István személyébe, és kettőnk eredménye volt az, hogy 71-ben Gyulán rendezték az Országos Középiskolai Atlétikai Bajnokságot, és megnyertük a pontversenyt. Magasan megnyertük a pontversenyt, főleg a fiúk szerepeltek nagyon jó, 4 bajnokságot szereztek. Ebből Kriszek Antal vette ki a részét, mind a 4 bajnokságban részt vett, tehát egyénileg a távolt 3-as nyerte, és megnyertük a távolt csapatot és a gátfotó csapatot. A programot szervező Farkas Mária elmondta, az esemény több részből állt. A köszöntőket követően egy közös megemlékezést tartottak a még élő és az elhunyt tanárokról. Ezt követően felidézték, mi történt 50 évvel ezelőtt az iskolában. Volt egy szallagtűzés, ezt a szallagtűzést ismételjük meg igazából, úgyhogy az akkori zöld gomb helyett most bordó gombot kap mindenki. Ezt az erkeles tanárok és azok az erkeles tanárok, akik Erkelben végeztek, és most ott dolgoznak, illetve a mostani erkeles diákok együttesen fogják feltűzni mind a 110 embernek a szallagot. A szalagtűzés után minden egykori diák megkapta az Arany Matura díjat, amely az érettségi 50 éves megújítását jelenti.